Mi jól játszottunk védekezésbe, támadás sajnálom nem jó volt, de jó meccs volt. Akarok gratulálni a Honvéd játékosok, a edző, a mindenki, ez nagyon között meccs volt, és remélem BVSC ellen vasárnap jobb lesz. Jó edzettünk utolsó két héten, és remélem fogunk játszani jobb. Igen, üdvözlök én is mindenkit. Hát egy olyan mérkőzés kerekedett belőle, amilyet vártunk igazából, erre készültünk egész héten, nagyon brusztos, nagyon fizikálisan azért elég megterhelő mérkőzésre számítottunk, ez is lett belőle, nagyon idegesen kezdtünk, nem alakultak ki úgy a helyzetek, amiket szerettünk volna megcsinálni és végigvinni, sok mindent, amit gyakoroltunk, az nem láttunk viszont a vízben. Ennek tudható be az is, hogy nagyon szorosan alakult az eredmény, és a végén talán sikerült egy kicsit feljavulni támadásban, és emiatt tudtunk meglépni és tartani az előnyünket a végén. És szeretnék gratulálni a Honvédnak. Üdvözlök mindenkit! Először is szeretnék gratulálni a Vasasnak a győzelemhez, és a csapatomnak ahhoz, hogy egy ilyen szintű ellenfél ellen, mint a Vasas, itt tudtak játszani. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy rangadót csináltunk a mérkőzésből. Erre is készültünk, és mondom, büszke vagyok rájuk. Tényleg a szezon egyik legjobb mérkőzését játszottuk, annak ellenére, hogy sajnos pontokat nem sikerült szerezni, de jó úton haladunk. Nagyon örülök egy-két fiatal játékos teljesítményének is. Ilyen meccseket kell játszanunk, hogy még több rutinunk legyen, és akkor akár máshogy is lehet majd a végeredmény. Én is akkor szeretnék gratulálni a Vasasnak a győzelemért. Szerintem egy ilyen meccs után nagyon nehéz mit mondani, főleg úgy, hogy a végén azért már karnyújtásnyira volt itt a győzelem nekünk. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Szerintem, mint már említetted, a szezon egyik legjobb teljesítményét nyújtottuk. Sajnos a végén nem jött jól ki nekünk a lépés. Csak a Honvéd!